Tisztelt elnök urak, tisztelt díjazottak, kedves hölgyeim és uraim, kedves Makrai Katalin! A cél persze az, hogy győzzünk, mert ez a legfontosabb a sportban, a versenysportban. Elsőnek kell lenni, győzni kell, de akik itt vannak ma, azok gondolom egyetértenek velem abban, hogy nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy, hogy hogyan győzünk, mert hogyha a magyar sportnemzet, és az a célunk, hogy sportoló nemzet legyen, akkor a sportoló nemzettől már csak egy ugrás a sportszerű nemzetig, és egy sportszerű nemzet, köszönöm a képes Simicskó államtitkár úrnak, egy sportszerű nemzet az nem csak a sportban sportszerű, hanem az életnek minden más területén is. Hiszen abban mindig van valami különleges, amikor egy versenyben, ahol a másikat le kell győzni, hiszen ez a cél, ez a feladat, mégiscsak az együttműködésre és a másik segítésére is tanúbizonyságot teszünk. Képzeljenek el például egy olyan esetet, tulajdonképpen egy kicsit pikáns történet, önöknek ez könnyebb elképzelni, sportolóknak, mint nekem, hogy egy világbajnoki kvalifikáció előtt vannak, és a legáldázabb ellenfelük, versenytársuk fölhívja önöket, hogy otthon hagyta a cipőjét, és hogy nem tudná a kollega, akivel verseny azért, hogy kimegy tovább a világbajnokságra, nem tudná neki kölcsönadni egy cipőt, mert ő közelebb lakik a versenyhelyszínéhez. És mi történik? Már a versenytárs is útban van, megáll, visszafordul, hoz egy tartalék cipőt, odaadja az illetőnek, és aztán így versenyeznek egymással. Lesz egy olyan sportoló, akit egy ilyen történetért fogunk kitüntetni. Mert hogy győzzön valóban az, aki jobb, de egyenlő feltételekkel, igazságtalanság, csalás, bármilyen szabálytalanság nélkül. És hogy a fair play díjat, ahogyan azt Kamuti Jenő mondta, nem csak a sportban adjuk ma át, hanem a szabadidő tevékenységben, sőt a művészetben is díjakat adunk. Ez azt jelenti, hogy a fair play, a sportszerűség az egy egész életen át szóló olyan tulajdonság, amire büszkék lehetünk. És hát a fair play az jellemzi a Magyar Olimpiai Bizottságot is, ezt dr. Kamuti Jenőnek köszönhetjük, aki, ha megengeded, így mondom, akinek szívügye, neked szívügyed a fair play, és hát szívügye csak annak van, akinek van szíve. Jenő bátyáknak pedig nagy szíve van, ezt mindenki tudja itt, úgyhogy ha szabad, akkor egy külön tapsot hagyj kérjünk Kamuti Jenőnek. És hát bővítsük a kategóriákat. Ne csak a sportban, ne csak a szabadidőben, ne csak a művészetben, hanem a mindennapokban is legyen sportszerűség, az emberi kapcsolatokban, az oktatásban, a nevelésben, a társadalomban, sőt, valójában az egész életben. Mert a fair play az túlmutat a szabályokon, az nem csak egyszerűen arról szól, hogy mindenki betartja a szabályokat, amiket leírtak paragrafusokba, kimódolt versenyszabályokba, hanem hogy van valami emberi plusz az életünkbe. Ez az emberségnek a lényege, ez a plusz. Erről van szó, enélkül a plusz nélkül nincs igazi sport, nincs igazi izgalom, nincs igazi élet, nincsenek igazi emberi kapcsolatok, nincs példa, és nincs valójában közösség sem. Ezért erről a pluszról, erről az emberi pluszról szól a mai nap, a mai díjazottaknak az élete, hiszen nem elég a sportot a szabályok szerint űzni, hozzá kell tenni még ezt, ami több, és az életünket is úgy kell élni, hogy sportszerűek legyünk, ami azt jelenti, hogy méltányosak, tisztességesek, becsületesek minden helyzetben és minden pillanatban. És ha van fair play, akkor el lehet mondani, hogy a kudarc elviselhetőbb, a siker az pedig még édesebb, mert ugye azért annak a győzelemnek van egy keserű szájíze, amit úgy aratunk, hogy egyébként átgázoltunk a másikon, esetleg nem is voltunk mindenben a szabályokat, magunkat nem tartottuk mindenben a szabályokhoz, vagy konfliktusokat szítottunk, vagy ki tudja milyen módon értük el. És talán ismerünk olyan sportolókat is, akik ugyanott állnak a dobogó csúcsán, de nagyon magányosak, mert nekik szívesen senki sem gratulál. Az ilyen győzelem az tulajdonképpen fölér egy vereséggel. A sportban csak akkor tudunk emberségesek lenni, hogyha az életben is azok vagyunk, és ha az életben azok vagyunk, fontos, hogy az emberséget, a sportszerűséget azt ne hagyjuk ott az öltözőbe, felakasztva az utcai ruha mellé, sportálás közben is viseljük, hiszen annak ugyanúgy a részünknek kell lenni, mint magának a győzni akarásnak. Ha a pályán, a küzdőtéren, a teremben nem csak magunkra, hanem a másikra is figyelünk a hétköznapok során,
nagyobb eséllyel tartjuk szem előtt nem csak a saját, hanem a mások érdekeit is. Szent Györgyi Albertnek van a sportoló, bizonyára hallották már egy nagyon szép megfogalmazása, azt osztanám meg még itt önökkel. Ezt írja Szent Györgyi Albert, a sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre, az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tetrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenek előtt írja a fair play, a nemes küzdelem szabályaira. A sikeres és becsületes élet alapja, hogy a kiélezett helyzetekben ellenfélként és ne ellenségként tekintsünk egymásra. Azok az emberek, önök, akik ma itt vannak és díjat vehetnek át, méltán viselik a valódi példakép címet. Sok-sok gyerek és fiatal számára mutatnak ugyanis olyan utat, ami megerősíti őket és bennünket abba, hogy lehet jó eredményt elérni, lehet úgy is föllépni a dobogó legmagasabb fokára, hogy közben egyébként sportszerűek vagyunk, nem pirítunk el másokat, sőt, ha kell, segítjük őket. Köszönet ezért mindannyiuknak, köszönet, hogy jó utat mutatnak a fiatalok számára. Tanítsák, ne csak gyakorolják, hanem tanítsák is a fair play-t, azt kívánom, tanítsák másoknak, a fiataloknak, de próbálják meg például a fair play-t tanítani a politikusoknak is, hát ha sikerül. Köszönöm a figyelmüket.